Sziasztok! Ebben az új tananyagban folytatjuk a leltározás témakörét, azon belül is egy számolási példát fogunk megnézni. Ahhoz, hogy ezt a számítási példát megértsétek, két fogalmat kell felidézni az előző tananyagokból, az első a készletnyilvántartás, a második a leltározás. Nagyon fontos, hogy jegyezzétek meg, hogy ezek közül a készletnyilvántartás az nem kötelező a vállalkozásoknak, annyit jelent, hogy feljegyzik az összes olyan gazdasági eseményt, ami vagy megnöveli, vagy lecsökkenti a rendelkezésre álló árukészletet. Tehát ha például árut adnak el, az csökkenti, annyival kevesebb árukészlet lesz. Ha új árut szereznek be, akkor az meg értelemszerűen növeli az árukészletet. A másik fogalom a leltározás, az ugye évente egyszer kötelező a vállalkozások számára, és azt a tevékenységet jelenti, amikor ténylegesen megvizsgálják, megszámolják vagy lemérik a rendelkezésre álló készleteket, és ezáltal megállapítják, hogy ténylegesen mekkora a készletnagyság. Az első, tehát a készletnyilvántartás tulajdonképpen egy papíralapú nyilvántartás, ahol azt nézzük meg, hogy elméletileg mekkora vagyonunk van, mekkora készleteink vannak. A leltározás az pedig egy olyan fizikai tevékenység, amikor tényleg meg is nézzük, hogy akkor valójában mekkora a készletünk. A lelter eredmény megállapítását ebből fakadóan csak azok a vállalkozások tudják kiszámítani, akik vezetik ezt a folyamatos nyilvántartást, illetve elvégzik a leltározási tevékenységet is, ugyanis a lelter eredmény megállapítása azzal indul, hogy ezt a két készletértéket összehasonlítják. Tehát megnézik, hogy a leltározás végén mekkora készletet találtak, és ezt összehasonlítják azzal, amennyi a nyilvántartásban szerepel. Képletszerűen ez úgy néz ki, hogy a lelter szerinti készletből, tehát amit a leltározás végén megállapítottak, abból levonják a könyv szerinti, vagyis a nyilvántartás szerinti készletértéket. Hogyha ez a két szám megegyezik egymással, akkor az eredmény az egyezés lesz, azt mondjuk, hogy leltár egyezés van, és nincs is már további teendőnk a leltározás közben. A másik szintén egyszerű eset, hogyha a valóságban több készletet találunk, tehát a leltár szerinti készletünk nagyobb, mint amennyinek a nyilvántartás szerint lennie kéne. Ilyenkor azt mondjuk, hogy leltár többlet van. A leltár többlet mögött általában tévedések szoktak állni, a vevő többet fizet ki, mint amennyit valójában elvisz a készletből, a szállító véletlenül többet hoz, és mi ezt nem veszük észre a záróátvételnél, tehát inkább ilyen tévesztésekből szokott fakadni egy ilyen többlet, és azért azt tudni kell, hogy ez a ritkábbik eset, tehát ez az egyezés, illetve többlet, ez csak ilyen szerencsés esetben történik meg. Egyezés is inkább olyan vállalkozásokra jellemző, akik nem túl nagyméretűek, könnyen nyilvántartható a készletük, tehát nincsen hatalmas árukészletük, és akkor ott jobban szemmel lehet tartani. Sokkal gyakoribb eset ez a bizonyos hiány, ez ugye akkor történhet meg, hogyha ez a könyv szerinti készlet, vagyis ami a nyilvántartásunkban szerepel, ez nagyobb, mint a leltár szerinti készlet, amit ugye a leltározáskor találunk. Tehát többnek kéne lennie, mint amennyit mi végül megtaláltunk. Ilyenkor azt mondjuk, hogy hiány van, csak arra kell vigyáznunk, hogy ez még nem a végeredménye a számításunknak, mind a másik két esetben egy már véget ért volna a feladat. Itt, hogyha ilyen eredmény jön ki, hogy negatív szám lesz a kivonás eredménye, akkor egyenlőre csak annyit mondjunk, hogy nyers hiány van. Ugyanis azt tudnotok kell, hogy a kereskedelmi vállalkozásoknak a nagy része a számol ezzel, hogy bizony lesz hiány, ugye pont egy olyan típusú ágazatról van szó, ahol azért nagyon sokféle káresemény történhet, történnek lopások, történnek tévedések, tehát a kereskedelmi vállalkozások fel vannak arra készülve, hogy valamekkora hiány lesz az üzletben. És akkor van egy ilyen fogalom, ez az úgynevezett forgalmazási veszteség, ezt ne egy igazi veszteségként képzeljétek el, tehát picit megtévesztő a neve. Ez a forgalmazási veszteség, ez azt jelenti, hogy mekkora hiánnyal számol a vállalkozás, mi az a forintban kifejezett összeg, amit ő még elfogadhatónak találna. Hogyha egy adott időszakban annyi hiánya lenne, akkor abból ő nem csinálna problémát. Ezt az értéket, ezt nem kereken forintban szokták megadni, hanem azt szokták mondani, hogy amennyi a forgalma a vállalkozásnak,
kicsit egyszerűsítsük le a fogalmat, hogy bevételre. Tehát amennyi az adott időszakban a bevétel, az eladásokból származó bevétel, annak hány százalékát fogadja el hiányként a vállalkozás. Ez a forgalmazási veszteség kulcs lesz igazából. Itt felírtam a számítási módot, igazából ez az egy olyan képlet van, amit nektek meg kellene tanulni. Amikor te forintban ki akarod fejezni, hogy mekkora hiányt hajlandó elfogadni a vállalkozás, akkor annyit csinálj, hogy amit megad neked a feladat forgalom, vagy más néven bevétel értékként, azt oszd el százzal, és szorozd be azzal a százalékos adattal, amit szintén meg szokott adni a feladat, és már is megkapod azt, hogy hány forintnyi hiányt hajlandó elfogadni, ezt nevezzük egyébként forgalmazási veszteségnek, tehát amennyit el tud fogadni. És akkor abban az esetben, hogyha hiányunk volt ugye az első számításnál, amit ugye mondtam, hogy nyers hiánynak nevezünk, akkor ezt a nyers hiányt kell összehasonlítani a forgalmazási veszteséggel, és attól függően, hogy ezek hogy viszonyulnak egymáshoz, úgy alakul ki az, hogy mit kell csinálnunk. Ha a nyers hiányunk, vagyis az a hiány, amit az elején megállapítottunk a leltározás után, az kisebb, mint ez a meghatározott forgalmazási veszteség, az azt jelenti, hogy nem léptük át ezt a határértéket, amit még el tud fogadni a vállalkozás, nem csináltunk akkora hiányt, mint amennyit el tudna fogadni. Ebben az esetben igazából nincsen negatív következmény, annyi történik, hogy a készlet nyilvántartást átírják, ugye a hiánnyal lecsökkentik, de nem kezdik el kideríteni, hogy mi lehetett az oka. Ez egészen addig a pontig van így, amíg a nyers hiány az legfeljebb akkora, mint a forgalmazási veszteség. Abban a pillanatban, ahogy nagyobb lesz a nyers hiány, tehát amit az elején a leltározás végén találtunk hiányt, ha az nagyobb, mint ez az elfogadható határérték, akkor onnantól kezdve már ne nyers hiánynak hívjuk, hanem mondjuk rá azt, hogy leltárhiány. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor ki kell nyomozni, hogy mi az oka a hiánynak, és felelősségre kell vonni azokat a dolgozókat, akik tehetnek arról, hogy ilyen hiány keletkezett. A hiánynak egyébként sokféle oka lehetett. Rosszul vezetik a nyilvántartást, nem megfelelően bánnak az áruval, nem figyelnek eléggé oda mondjuk a lopásokra. Sajnos ugye olyan is előfordul, hogy maguk a munkavállalók lopnak az üzlettől. Tehát ez a leltár eredmény megállapítása, hogy megnézzük azt, hogy van-e hiányunk, és ha van hiányunk, akkor ez még elfogadható mértékűre. Valószínűleg ez így elsőre egy kicsit nehéz volt nektek, úgyhogy nézzük meg egy példán keresztül, hogy akkor hogy zajlik egy ilyen számítás. Én abban bízom, hogy úgy már könnyebben követhető lesz. Ugye látunk egy olyan vállalkozást, akinél a nyilvántartás szerint 580 ezer forintnyi árukészletnek kéne lennie, de megcsinálták a leltárt, és abból meg az derült ki, hogy csak 565 ezer forintnyi készlet van. Tehát 580 ezer forint értékben kéne mondjuk árunak lennie az üzletben, de igazából csak 565 ezer forintnyi van. Aztán azt tudjuk még, hogy az az időszak, amit éppen vizsgálnak, amire ezt a leltár eredményt meg akarják állapítani, abban az időszakban 2 millió forint forgalma vagy bevétele volt a vállalkozásnak, és ez a vállalkozás azt mondja, hogy ennek az 1%-át el tudná fogadni hiányként. Nézzük meg, hogy ebben az esetben mi lesz a leltár eredmény. Ugye az első lépésünk az az, hogy a nyilvántartás szerinti értéket, és amit a valóságban találtunk leltár értéket összehasonlítjuk, ugye olyan módon, hogy a leltár szerinti készletből kivonjuk a könyv szerinti készletet. Ez igazából ránézésre látszik, 15 ezer forintnyi nyers hiányunk van, tehát 15 ezer forintnyival kevesebb árut találtunk a vállalkozásnál, mint amennyinek a nyilvántartás szerint lennie kéne. Ez még önmagában nem nevezhető leltár hiánynak, ezt még csak nyers hiánynak hívjuk. Nézzük meg a másik adatcsomagunkat. Tudjuk, hogy ebben az időszakban 2 millió forint bevételünk volt, és azt tudjuk, hogy ennek az 1%-át el tudja fogadni a vállalkozás hiányként. Ugye ez képletbe kell behelyettesíteni, itt arra figyeljetek, hogy azt a számot, amit megad forgalomként a feladat, azt ti mindig százzal osszátok le. Ez a százas, ez nem fog megváltozni a képletben, ez itt mindig egy százas lesz. És ami itt kijön érték, azt csak szorozzátok be
azzal a százalékos értékkel, amit megad a feladat. Ugye egyel szorozni nincsen sok értelme matematikailag, mert ugyanazt a számot kapod, de ezt azért kell ide kiírnunk, hogyha itt mondjuk 2% lenne, 0,1% lenne, bárhány százalék lenne, nekünk azt a számot csak ide kell írnunk, és azzal kell szoroznunk azt, amit itt megkaptunk. Ha elvégezzük ezt a számítást, akkor kiderül, hogy 20.000 forint erre az időszakra az a határérték, amekkora hiányt ez a vállalkozás el tud fogadni. Ha a hiány az nem több, mint 20.000 forint, akkor nem kell kinyomozni, hogy mi az oka a hiánynak, akkor beletörődik a vállalkozás. Ugye most már csak annyi a dolgunk, hogy összehasonlítsuk a két számításunknak az eredményét. A leltározás végén az derült ki, hogy 15.000 forintnyi nyers hiányunk van, és a mi cégünk 20.000 forintnyi hiányt el tud nézni. Meg kell néznünk, hogy melyik a nagyobb a kettő közül, mivel a forgalmazási veszteség a nagyobb, magyarul nem léptük át ezt a határt, ezért azt mondhatjuk, hogy ez a forgalmazási veszteség ez fedezi a nyers hiányt, nem kell tovább dolgoznunk, lecsökkentjük a készletnyilvántartásban a készleteknek az értékét ezzel a 15.000 forinttal. Erre ugye azért van szükség, hogy tényleg napra kész legyen a nyilvántartásunk, a valóság legyen benne, és nem kell kivizsgálnunk azt, hogy miért lett ez a 15.000 forint hiány, nem kell felelősöket keresni, elfogadjuk, hogy a kereskedelmi munka az bizony hiánnyal jár. Nézzünk meg még egy feladatot. Itt is ugye ugyanúgy végig kell menned a két számításon, meg kell nézned, hogy van-e nyers hiány, meg kell nézned azt, hogy mennyi hiány tudna elfogadni a vállalkozás, és aztán utána össze kell hasonlítanod ezt a két adatot. Aki úgy érzi, hogy szívesen neki futna önállóan, az állítsa le a videót most, és csak utána folytassa. Bízom benne, hogy néhányan megpróbáltátok önállóan is megoldani. Azért nézzük még együtt végig ezt a számítást. Ugye, amit itt el lehetne rontani, hogy rossz sorrendben vonod ki egymásból a két adatot, erre én csak azt tudom mondani, hogy inkább az értelmét próbáld meg megnézni, hogy a leltár szerinti az az, amit mi tényleg megtaláltunk, amit tényleg ott van, és a könyv szerinti az meg az, aminek lennie kéne. Értelemszerűen, hogyha a valóság kisebb, mint aminek lennie kéne, akkor azt hiánynak kell neveznünk. Ugye rögtön látjuk azt, hogy 85.000 forintnyi nyers hiányunk az van, tehát 85.000 forintnyi készletünk eltűnt. Ki kellett számolni a forgalmazási veszteséget is. Ugye 5 milliós forgalma, tehát 5 milliós bevétele volt ennek a cégnek, és a veszteség kulcs az 1,5%, vagyis ennek az 5 millió forintnak a 1,5%-át el tudná fogadni ez a vállalkozás. Ki kell számolni azt, hogy mennyi ennek az 5 millió forintnak a 1,5%-a. Ezt ugye úgy tesszük meg, hogy elosztjuk 100-zal az 5 millió forintot, és beszorozzuk 1,5-el, ugye 1,5-del. Így kiderül az, hogy 75.000 forintnyi hiányt még el tud fogadni a vállalkozás. Ha ebben az időszakban csak 75.000 forintnyi hiány lett volna, akkor nem lenne következménye a hiánynak. Most viszont ugye össze kell hasonlítani, itt még egyszer kiírtam, hogy mire figyeljetek. Ugye, hogyha nyers hiány az legfeljebb egyenlő, de inkább kisebb, mint a forgalmazási veszteség, akkor nincsen probléma, nem kell kivizsgálni a hiányokat. Ha viszont a nyers hiánya nagyobb, akkor abban az esetben ki kell vizsgálni a hiányokat, és felelősségre kell vonni a munkavállalókat. Ugye ebben a példában 85.000 forint volt a nyers hiány, és a forgalmazási veszteség az 75.000, még egyszer mondom, ez csak egy kifejezés, ez a forgalmazási veszteség, azt jelenti, hogy mekkora hiány lenne elfogadható. Látjuk, hogy nagyobb a hiány, mint amennyi elfogadható lenne, ezért ezt már úgy kell hívnunk, hogy leltár hiány van, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az oka a hiánynak, és ha megvannak a felelősök, akkor azoktól ugye kártérítést kell kérnünk. Én bízom benne, hogy nem volt számotokra olyan nagyon nehéz a feladat, próbáljátok azért a képletet tanulgatni, de nyugodtan nézzétek a videót, nézzétek az anyagot, és az alapján próbáljátok meg megoldani ezt a házi feladatot, ami teljesen ugyanolyan logikájú, mint az előző kettő volt. Ismered a két készletértéket, tudod azt, hogy mennyi az időszaknak a forgalma, vagy más néven bevétele, látod ezt a kulcsot hozzá, hogy hány százalékát fogadja el
a vállalkozás hiányként, és ez alapján kellene kiszámolnod a LELTER eredményt. Én azt szeretném kérni, hogy jövő héten hétfőig, 12-ig próbáljátok meg megoldani a feladatot. Én beállítom ebben a Moodle nevű új felületben azt, hogy ti oda is fel tudjátok tölteni. Ha esetleg valaki még nem boldogul vele, akkor nyugodtan még küldje el a megszokott e-mail címre, de nyugodtan forduljatok hozzám, hogyha segítség kell a Moodle használatához. Én azt javaslom legegyszerűbb megoldásként, hogy írjátok le kézzel a megoldást, készítsetek róla egy fotót, és azt küldjétek majd el nekem, vagy a Moodle keresztül, vagy pedig az e-mail címemre. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újabb tananyaggal jelentkezem. Sziasztok!